Megyek már. Mondtam, hogy jövök már. Azt hiszem, hogy most tényleg nagy bajt csináltam. Miért? Ne kapcsold föl, a főnök megláthatja. Mi történt? Valaki eltüntetett valami kulcsot a főnök szobájából, én meg azt hittem, olyan ostoba vagyok. Martin, mi a jó úristent hordasz itt össze? Én megmondtam, hogy nálad van a kulcs. Rosszul tettem. Atya úristen, Martin! De aztán minden nő szívét összetöröd, Andrew. Ez nem igaz. Én most elköszönök. Fáradt vagyok. Szia. Jó étani. Hagyjuk magukra őket, mielőtt még támadásba lendülnének. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó ét. Mi újság? Hogy van Rachel? Remekül. Úgy tűnik, ő az egyetlen, aki itt jól érzi magát. Mi van veled? Amióta megjöttem, rossz kedved van. Mi van? Olyan komoly, hogy nem mondhatod el? Mit gondolsz Rachelről? Nem ismerem őt, de amennyire meg tudom ítélni, egy kedves, egyszerű lánynak tűnik. És nagyon csinos. Mondd, nem árulnád el, mi folyik itt? Szerinted hibáztam? Rachel-el kapcsolatban? Igen. Az édesapja küldött. Miért? Amiatt a kulcs miatt. A nappaliban volt, amikor a főnök a kulcsról kérdezte James-t. Azt mondta, nem találja sehol, és elkövettem valami ostobaságot. Mit művelt? Én megmondtam, hogy az apjánál van. Hogyan? Én... Miért kellett megmondani neki? Tudom én, fogalmam sincs. Láttam, hogy Peternél van a kulcs, így aztán... úgy sajnálom, ne haragudjon rám, én nem akartam rosszat. Na és? Tony elment az apámhoz? Nem. Még a teraszon beszélget a barátjával. Én mentem az apjához és szóltam neki, ő meg azt mondta, hogy mondjam meg önnek. Na és? Maga pontosan mit mondott Tonynak? Hát az, hogy én láttam az édesapjánál egy szállodai szobakulcsot. De aztán gyorsan hozzátettem, hogy könnyen lehet, hogy tévedek. Mit gondol, elhitte? Nem hiszem. Szent Isten, jól van, figyeljen rám. Mondja meg az apámnak, hogy ha Tony a kulcsról kérdezősködik, várjunk csak, apa eldobta azt a kulcsot? Nem. Itt van nálam. Adja csak ide. És most mondja meg az apámnak, hogy ha Tony kérdezi, mondja azt, hogy az a kulcs, amit ön látott, az otthoni lakásunk kulcsa volt. Megértette? Igen, minden rendben? Akkor menjen, és kérem, erről ne szóljon senkinek egy szót se, jó? Ne féljen, asszonyom, nem fogok. Köszönöm. Beismerte, hogy Rachel-lel bűntársak? Nem, dehogy is. De nem számít, van ellene terhelő bizonyítékod. Milyen bizonyítékod? Például ő maga mondta, hogy Rachel nélkül nem menne innen. Meg azt is, hogy együtt mennek a börtönbe. Tudod, még azt is a képenbe vágta, hogy lefeküdt vele. Ez igaz. Nem, természetesen nem. Mondd csak, kicsoda ez a David Largeman? Ha igaz, amit megszállít, akkor Largeman Rachel partnere. Ugyan már. Rachel talán azért nem akart X-tapába jönni, mert David Largemannal lehetett találkozója. Te hiszed is, amit mondasz? Sajnos igen. Szóval mi van ezzel a kulccsal? Mi a jelentősége ennek a kulcsnak?
Az a kulcs csak úgy nem tűnhetett el. Rachelnél kell lennie. Talán odaadta az apjának. Nem kizárt. Azt sem értem, miért tájult el. Akkor esett össze, amikor a kulcsról volt szó. Mindenki csörgünk itt. Menjünk Mr. Svenssonhoz, és talán kérdezzük meg őt. Azt hiszem, hogy ha Rachel azt állítja, megtette, akkor ezt el is hihetem neki. Ismered meg Seth, ő aztán nem rettem vissza semmitől sem. Mindig is gyűlölt. Igen, viszont Rachel azt mondta, hogy szerette őt, mielőtt rájött volna az igazságra. Még mindig szereti? Egek. Engem meg az orromnál fogva vezet, hogy elkerülhesse a börtönt. Hát erre a kérdésre neked kell válaszolnod. Én csak annyit mondhatok, hogy ha az ember fülig szerelmes lesz, akkor nem a valóságot látja, hanem azt, amit látni akar. Ebben tökéletesen igazad van. De ha Rachel valóban csak alakoskodik előttem, akkor ő a legjobb színész a földön. Helyezd magad kényelembe. Este a férjem? Ma este nem, asszonyom. Álljon be a kocsimmal, kérem. Már is, asszonyom.